erre kérem, hogy reagáljon ezekre az igen fontos körülményekre. Hát ennyiből a kérdésére válaszolva, annyi igaz, amit az önök egyik műsorvezetője, a Verebes úr fogalmazott meg egy műsorban, hogy olyan Tiller szaga van ennek a... Milyen? Tiller. Tehát filmre visszautalva. A thriller. Igen. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az ügy nagyon komolyan különböző hatóságok által egészen az ORFK-ig kivizsgálásra került. Hétfői sajtótájékoztatón erről úgy gondolom az Országos Rendőrfőkapitányság teljes részletességgel tájékoztatta a közvéleményt. Egyébként azért nem akarok belemenni részleteibe, én is a sajtóból tudom, hogy Kuzma Valéria, a elhalt kollégánk kislánya feljelentést tett a fővárosi főügyészségen, és ebben az ügyben ügyészi vizsgálat. Na de hogyha ez az egész dolog lezárult, ugye, mert a hétfői sajtótájékoztatón azt mondta az ORFK vezetése, hogy itt mindenki mindent rendben talált, akkor például a mai hírek szerint ő miért támogatja Pallag László kisgazda képviselőnek azt az indítványát, hogy induljon parlamenti vizsgálóbizottság, üljön össze ebben az ügyben? Én ha itt minden már oké. Okay. Én nem a Pallag László képviselő úrnak a indítványát támogatom, én a saját érdekemet támogatom, hisz ebbe az ügybe úgy gondolom csak akkor lesz megnyugvás, hogyha egy mindentől független, pártatlan, korrekt vizsgálóbizottság feláll, megvizsgálja ezt az ügyet, és megállapítja, hogy mi is történt Békés megyébe, hisz én úgy gondolom, hogy Békés megyébe ugyanúgy, mint bármely más rendőri szernél nagyon komoly munka folyt, nagyon korrekt munka folyt. Nem mondom, hogy a rendőrség nem követel hibákat, hisz tegnap este is bemutattak nekem valamelyik tévéadón két filmet, ahol elégedetlenek voltak a Békés-megyei rendőrség munkájával, és mindjárt azt mondták, hogy ekkor ön volt a főkapitány. Igen, én voltam a főkapitány, ilyen ügyet kapitányságonként tízessével lehet hozni, hisz lényegében a rendőrség esetekben vitatkozó felek ügyében dönt. És az, akinek nem adnak igazat, a nagy valószínűséggel nem elégedett a rendőr intézkedése, vagy nem találják meg a ismeretlen tettest. De ebben az esetben megvannak a különböző jogi fórumok, ügyészséghez el lehet menni, bírósághoz, különböző más szervekhez, egészen ombudsmani vizsgálatkérésig, és ezek ebben az ügyben úgy tudom meg is történtek, ott megállapítottak valamit, mind szerencsém ismerni ezt a két ügyet, hisz egy ilyen nagyságrendű megyei főkapitányságon, mint Békés megye, folyamatos ügyekszáma 2 és 2200 között van. És nagyon fontos dolog az, hogy nálunk nagyon szigorúan hierarchizált a rendőrség. Tehát egy bűnügyi osztály, közbiztonsági osztály, egy kapitányság vezető felel mindenért, ami a területén van. Úgynevezett állományilletékes parancsnok. Tehát erről a megyei főkapitánynak nem kell tudni. A megyei főkapitánynak megint megvan a kompetenciája, és megvan az is, hogy mikor kell neki jelenteni az országos főkapitánynak. Gál úr, én azt hiszem, hogy a létező legkínosabb ügyekben is néha az igazi érdekességek a háttérben és a kulisszákban rejlenek. Tudja, mi érdekelne engem igazán? Hogy amikor Pintér Sándor belügyminiszter ezt a óriási bűnvád halmazt, ami önről megjelent, elolvasta, biztos, hogy letelefonált önnek, hogy te Laci, gyere már föl, azt mondd el nekem, hogy mit csináltatok ki ott Békésben. Igaz ez? Melléd álljak? Van értelme védeni? Van benne részigazság? Egész igazság? Hogy játszódott az első beszélgetés kettőjük között, amikor ez az egész robbant? Na most itt egy félreértés van, hisz ez az egész ügy 97, illetve Kuzma Mihály öngyilkosságát követően robbant. Ekkor Pintér Sándor nem országos rendőrfőkapitány. Én arra gondolok, amikor a Világgazdaság cikk megjelent. Hát azt kellett a belügyminiszternek olvasni. Ja, most természetesen. Igen, hát csak letelefonált, hogy gyere már föl a cikám. Hát természetesen, hogy erről az ügyről beszéltünk miniszter úrral, sőt a minisztérium más vezetőivel is. Most a miniszter úr abban a helyzetben van, hogy ő ismerhette azokat a dossziékat, amelyeket a múlt héten lett a titkossága feloldva, amelybe ugyanezek a vádak fogalmazódnak meg, illetve ismeretlen vagy név nélküli feljelentésekkel, mint most, ami az újságban, illetve most már névvel is megfogalmaznak. Tehát ezek annak idején mind korrektul, én is tegnap megdöbbenéssel hallottam az Orosz Balázsnak a bejelentését, aki ugye ezeket az aktákat tanulmányozta, hogy a titkosszolgálati eszközök teljes arzenájával voltam, és voltak más rendőri vezetők ellenőrizve,
Ennek ellenére... De valami indítéka, oka volt annak, hogy önöket figyelték? Hát nálunk olyan a rendszer, hogyha valaki ír egy névtelen levelet valakiről... És hogyha valaki gyanúba keveredik, akkor ezt tisztázni kell, hisz nagyon sok ilyen ügyünk van. De titkosszolgálati eszközökkel rögtön? Hát tőle nem rögtön, hanem előtte meg kell nézni. A titkosszolgálati eszközök alkalmazására szigorú jogszabályok vannak, a rendőrségi törvényünk 7. fejezete szabályozza, ez mindenki számára nyilvános. Tehát ezeknek az alkalmazása különböző engedélyekhez kötött. Tehát ezeknek annak idején gondolom, hogy megvolt a törvény. Ki adott engedélyt önnel kapcsolatban ezeknek a titkosszolgálati eszközöknek? Ezeket nem tudom, tehát ezt a törvény erejénél fogva, vagy az országos főkapitány, vagy a rendvédelmi szervek védelmi szolgált vezetője kérheti, és bírói engedélye. Persze lehet, hogy megtudjuk előbb-utóbb ezeknek a nevét is, akik ezt engedélyezték ennek a titkosságnak a feloldását, hiszen épp a tegnapi sajtótájékoztatón szétosztottak egy papírt, amiről utóbb kiderült, hogy titkos ügynökök neve is szerepel, és ezt elfelejtették végül is visszamondni. Nem titkos ügynökök neve, tehát így ferdül az információ. Hát ezt írják a mai lapok, az összesben benne van. Hát én nem volt időm még mai lapot olvasni. Van egy fakszimile is a Népszabadságban. Személyességi jogokat sértő, tehát ebben olyan nevek vannak, akik részben bejelentők, részben pedig valakiket vádolnak. Egyedül én járultam hozzá a nevemnek a nyilvánosságra hozatalával, tehát az nincs kitakarva, a többiekkel értelemszerűen nem beszélt az ügyvéd úr, ő osztotta ki ezeket a dokumentumokat, tehát ilyen szempontból személyiségi jog megsértése. Orosz Balázs kiosztatott egy olyan dokumentumot, amelyen titkos ügynökök neve szerepel? Nem titkos ügynökök, tehát megint maradjunk a tárgynál, nem titkos ügynökök, ez egy bejelentés, ez egy jelentés, amit annak idején a védelmi szolgálat egy vagy két tisztje írt. Tábornok úr, felelősségre mondta önt. Ön a szeghalmi kapitányt a Macskási telepen történtek miatt? Volt vizsgálat, eljárás? A Macskási telepen történteket én most ismertem meg az újságból. Tehát nekem ekkor annak idején erre nem volt tudomás. Akkor nyilván azt se tudta, hogy például a mezőkovácsházi kapitány versenylóménest tart, libafarmot üzemeltet. Tegnap előtt ugye a sarkadi kapitány keveredett abba a gyanúba, hogy részes volt bizonyos olajszállítmányról, és talán, ha igaz a sajtóállítás, akkor több tízmilliós házat épített, disznófarmja van. Ilyen jól ment a városi kapitánynak, akkor egyszer nem értem azt, hogy a rendőrök meglehetősen alul fizetettek. Csúsztatások, amiket nem tudok magyarázni. Való igaz, hogy dr. Gáspár úrnak volt néhány lova, de az, hogy Ménes fogalmazott, azért az enyhe túlzás. Libáról nekem nincs tudomásom, a sarkadi kapitány több tízmilliós házáról sincs tudomásom, de azt tudom most már utólag, hogy ezek is korábban szerepeltek bejelentésekbe, és ezeket is levizsgálták annak idején. Hogyha hallgatjuk önt, és elfogadjuk az ORFK vizsgálati jelentését, akkor egy, semmi-semmivel nem függ össze, ugye? Mindenütt valami minimális igazság alap van, van néhány ló, de ez nem maga az igazság, hanem egy nagy-nagy csúsztatással, a mozaikok sajátos összerakásával kiderül egy teljesen valótlan kép, ami besározza, vagy besározná, hogyha hagyná a rendőrséget. Jól értelmezem? Teljesen jól értelmezi, ezzel egyet tudok érteni. Én úgy gondolom, hogy a rendőrségnek más dolga lenne, és nagyon fontos dolga lenne, mint hogy saját várait védje. Természetszerűen ezzel nem azt mondom. Hát ezt Orbán tábornok is mondta, hogy ha a vizsgálatra fordított időt, pénzt, több ezer kilométert nyomozásra fordították volna, azzal mennyivel jobban jártunk volna. Lehet, hogy akkor megvonna a Viszkis Rabló, meg akkor már többet tudnánk Kaja Ibrahimról is, meg Josip Totról. Én erre azt tudom válaszolni, hogy igenis vannak a rendőrségen belül olyan kollégák, vagy volt kollégák, akik követnek el visszaéléseket. Ez egy nagyon nagy létszámú testület. De ezek nem békésben találhatók. Nem, hát békésben is találhatók. Tehát én nem mondom, én közel 9 éves főkapitányságom alatt több mint 100 embert kellett, hogy a testületből eltávolítsak. Néhány barátom föl is hívott valamelyik este, amikor jelentkezett újra egy új kollega sarkad, hogy hány embert rúgtatok ti ki, mert akkor ezek, ha naponta megjelennek, akkor igen, sokáig elszórakoztatjuk. Miért ön a hivatalban nem rúgta ki azokat, akik korábban éppen az önnek kapcsolatos ügyeket vizsgálták? Ott, ahol most a vezető? Nem, én nekem nincs személyzeti jogköröm a minisztériumon belül. Tehát én nem rúgtam ki senkit, illetve csúnya szó,
nem távolítottam el, és ilyenre még javaslatot sem tettem. Ha minden így van, akkor egy felelős pártelnök, miniszter Tordján József, miért mondja azt, hogy óriási veszélyeket rejt az államra nézve a békési olajügy? Én a békési olajügyekről csak a vámos kollégáknak a sajtótájékoztatóját tudnám segítségül hívni. Ők elmondták, hogy igen, Békésben is folyt olajszőkítés. Az ő szám, újságokból ismerem, az ő számítások és pontos kimutatások szerint 95-től napjainkig 43 olajügyet derítettek föl, ezen kívül a rendőrök még külön hatot, tehát ezzel a 49 felderített üggyel Békés megye a 19 megye közül a hatodik helyen van a felderítés és az eredményesség tekintetében. Tehát nem igaz, hogy bármiféle ügyeket a rendőr kollégák elnéztek. Ezt már tudjuk, hiszen itt van egy Makulátra rendőrség, és egyedül végül is Karancsia Sáros, aki nem, én ezt nem szabálytalanul mondom. Járt el a Macskási telepen. Hát ezt nem mondom. Sajtóban olvastam, itt van minden. Tehát ezt én nem mondom, hogy ki a Sáros, ebből a helyzetből én nem is tudom eldönteni. Már itt a mai iradások is azzal kezdték, hogy a Gál följelenti Karancsit. Én ilyet nem mondtam a tegnapi sajtótájékoztatóban. Senkit nem jelent föl. Én azt mondtam, hogy meg fogom nézni majd új jogi képviselőmmel, hogy kik azok, aki az én személyiségi jogomat sértették, és én azokkal szemben fogok megfelelő jogi lépéseket tenni. Gál úr, ha igazak a vádak, ha ne, teljesen mindegy. Megítélése, de most az én kérdésem szempontjából teljesen mindegy. Megítélése szerint egy ilyen irgalmatlan teherrel, egy ilyen vádhalmazzal a hátizsákjában, hogy lehet folytatni egy pályafutást? Lehet folytatni, vagy mi a terve egyáltalán? Tehát mikor mondja azt mondjuk Pintér úrnak, hogy nézze belügyminiszter úr, akkor én most lemondtam. Tehát van-e ilyen pont? Óriási teher, szerkesztő úr. Tehát nagyon nagy teher. Ezzel együtt kell, hogy éljek, hát nem tudok mit csinálni. Tehát én mögöttem, mint mondtam, egy nagyon stabil családi háttér van, 3 gyermekem van, azokat föl kell, hogy neveljem. Végtelenül nehéz, de én biztos vagyok az igazamba. Tehát nekem ki kell tartanom. Amikor ez az egész ügy indult, én bennem megfogalmazódott az, hogy igenis felállok, és kiállok, hogy tessék, ide lőjetek. De ezt nem tehetem, mert sajnos a közvélemény, vagy ennek a tálalása, akkor azt mondja, hogy na lám, megfutamodott. Nekem nincs okom felállni. Tehát még egyszer mondtam, hogy engem levizsgáltak, kivizsgálták minden ügyet. Kinevezésem előtt egy nagyon alapos C-típusú ellenőrzésen estem át, amit a Nemzetbiztonsági Hivatal csinált. Ebben nem találtak kockázati tényezőt. Tehát nekem nincs szégyelnivalóm. Itt tegnap elmondták a Békés megyei újságírók is, tehát én járok Csabán a utcán, járok üzletekbe, vásárolok, meg ilyen családapa típus vagyok, a piacra, mindenhova. Engem is megállítanak emberek, nekem is szorongatják a kezemet, és azt mondják, hogy csak kitart. Aki engem ismer, ezeket nem hiszi el. Aki meg nem ismer, az pedig sajnos elhiszi, mert ma ilyen a mai magyar társadalom. Tábornok úr, azt hiszem nagyon jó, hogy minden rendben van, semmi nem függ én össze. Ezt nem mondom. Semmivel, de hát azért a vizsgát is ezt állapította meg, ahogy önt hallgattuk. Az is arról győzött meg bennünket. Ez azt hiszem azért is nagyon fontos, mert Richard Harris írónak van egy félelmetes mondata. Úgy szól, hogy a rendőrállam olyan ország, amelyet bűnözők kormányoznak. És nagyon jó, hogy ennek még az árnyika, a gyanúja se vetődhet így fel. Ez biztos, hogy így van, hisz azt hiszem, hogy Magyarországon nagyon korrekt rendőrség működik. Nem mondom, hogy nem követel hibákat, hisz ilyen van, de én arra ösztökélem saját magamat is, hogy felül kell emelkedni ezen az ügyön, dolgozni kell, hisz valamennyien azért vagyunk, hogy ez az ország egy kicsit jobban menjen, jobban virágozódjék fel.